Köszöntöm kedves nézőinket! 2010-ben került kialakításra a Munkásművelődési Központ udvarán az Európa Park és Szobor Park. Célja az volt, hogy a pécsi kiállításra igyekvők megpihenhessenek itt. Az ötletet a mellettem lévő szobor adta, amely már 2010 előtt itt állt az udvaron. Alkotója Palotás József Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, a címe pedig Veszélyben. Ez a szobor és még több műalkotás is megtekinthető az MMK udvarán. Városunk szívében a Bartók Kamara Színháztól egészen a Dózsa térig vonultak a 19. nemzetközi Mazsorett és Fúvós zenekar találkozó tagjai, akik aztán a szépen benépesült téren szórakoztatták az egybegyülteket. Mazsorettek és fúvós zenekarok felvonulásával vette kezdetét városunk 4 napos augusztális rendezvénysorozata. Az előző évek hagyományait megtartva Dunaújváros központját vették birtokba az esemény résztvevői. Nagyon szeretünk Dunaújvárosba jönni, nagyon szeretjük az itteni embereket, sokakat ismerünk már, és tényleg jól telik el az idő. Igazán inkább szórakozásnak fogjuk fel. Persze, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat, legalábbis igyekszünk, de nincs versengés a többiekkel. A rendezvény 19 évvel ezelőtt indult útjára a Dunaújvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére. 19 évvel ezelőtt Csepelen volt egy nagyszabású fúvószenekarú és mazsorett találkozó. Ezt a csepeli római hitközség rendezte nagyon sok zenekarral és még több mazsorett csoporttal, és ott szerepelt akkor a Rékai nagy fúvós zenekar 100-valahány évesen már, tradícióval bőven, ugye, meg sikerekkel, és akkor beszélgettünk, én mint a horvát nemzetiség elnöke, horvátul, és ő biztatásukra indult el ez a dolog, mi rendeztük az elsőt, és azóta folyamatosan megy a dolog. Hát jövőre ugye jubilómi évet zárunk, ha igaz. Hát szeretnénk valami különlegességgel, úgymond dunaújvárosi unikummal szolgálni a kedves nézőknek, és a város hírnevét is ezzel öregbíteni. Ennek nagyon nagy hagyománya van már, 19 éve tartják ezt a fesztiválnak nevezhető kis csodás összejövetelt, és ebből 9 éve van szerencsém nekem csinálni a vendéglátást. Vendégzenekarok és mazsorett csoportok mellett városunk fúvószenekara is képviseltette magát. Nem gyakoroltuk, de hát mindenki nagyon ismeri ezt a számot, nyilván olyan számokat választunk, amit a legtöbb zenekar ismer, vagy előtte egyeztetjük ezeket a darabokat, és akkor tudják a zenét, az induló ugye az adott, hogy a tempója adott, tehát olyan nagy különbség nem lehet.
és szokva vannak ahhoz, hogy figyelnek a karmesterre, és játszanak abba a tempóba. Nagyon határozott és egyforma mozdulatokkal kell, és hogyha odafigyelnek a zenészek, akkor visszatérnek a helyes irányba, hanem akkor föl is borulhat, tehát benne van a pakliba, hogy nem sikerül, mint a világtörténelemben, meg a zenetörténetben ez már előfordult azért többször. Egy baráti találkozó, tehát semmiképpen sem verseny. Ilyen játékos verseny van, hogy melyik a legszebb mazsorett csoport, meg ilyen szokott lenni, hogy melyik a legszebb mazsorett lány, de azt egy szakavatott zsűri dönti el. Zenei téren és szakmai zsűri nincs, és ilyen jellegű bírálat sincs. Mindig oda tesszük magunkat. Persze ugye azért tudnék, hogy ez egy amatőr együttes, és ma is munkanap van. Sokan nem tudnak eljönni. Magyar zenekarok azért is nem vállalták, mert egyszerűen nem vettek ki szabadságot, vagy nem tudtak a zenészek szabadságot kivenni. Mi is olyan felállásban vagyunk, én még ma reggel nem tudtam, hogy hányan leszünk, meg hogy. Eleve nyilván az ilyen esetekre is számolva úgy hangszereli meg az ember a darabokat, hogy azért mindig tömören szóljon, de most elég jó létszámba vagyunk egyébként, úgyhogy tulajdonképpen örülök. Tényleg a fúvózenekar az egy külön kategória. Hát persze még, hogyha társulnak hozzá a mazsorettek, az még megszínesíti a dolgot. Nagyon sokszor megyünk mazsorettekkel eleve, most is voltunk Olaszországban a Szondi mazsorett csoporttal, aki szintén itt van, és majd egy közös számot is fogunk velük játszani. Olaszországban turnéztunk. Kodály Zoltán szavaival élve, a zene tápláló, vigasztaló elixír, az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester szerint ez a nemzetközi találkozó városunk kulturális életének egyik meghatározó színfoltja. Hihetetlenül fontos, hogy ez a 19. alkalommal megrendezett nemzetközi fúvószenekarok és mazsorettek találkozója. Olyan együttesek, fúvószenekarokból zenekarok, olyan fellépők vannak, akik örömmel jönnek Dunaújvárosba. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt kell mondjam, hogy a legsikeresebb rendezvénysorozatok az augusztus 20-a környéki rendezvények. Ennek több oka van, ez a 2-3 napos program, tehát 20-a előtt, amikor valóban a város utcáin felvonulva fúvószenekarok és mazsorettek tulajdonképpen egy életképet adnak arról a munkáról, amit egész évben végeznek, és bemutatják Dunaújvárosba. Eleve megtiszteltetés számunkra, hogy Szontáról, Zenicáról, Szabadkáról érkeznek régóta azok a vendégek, akik, ahogy említettem, ma már hazajárnak Dunaújvárosba. Szeretik ezt a várost, mi is szeretjük őket, ezért a világ legtermészetesebb dolga, hogy a 20. azaz a jövő évi jubileumi nemzetközi fesztiválra már most hivatalosan is szót ejtettem arról, hogy várjuk őket nagy tisztelettel, nagy szeretettel. A felvonulást követően a mozi előtti téren a mazsorettek táncos műsorukkal, a fúvószenekarok pedig változatos dallamaikkal szórakoztatták az eseményre kilátogatókat. Ünnepi műsorral és kenyérszenteléssel emlékeztek meg az államalapításról és Szent István királyról a Szalki-szigeten megrendezett ünnepi műsoron, ahol változatos programokkal várták az érdeklődőket. A himnusszal nyitották meg az augusztus 20-ai ünnepséget, amelyet a zenicai, valamint a dunaújvárosi fúvószenekar adott elő. Ezt követően Cserna Gábor, városunk polgármestere tartott ünnepi beszédet. A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a múltba való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Milyen államot teremtettek elődeink, és ezred év után mi, mai magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és gyermekeinknek. Cserna Gábor kiemelte, Szent István az egyik legnagyobb jelentőségű személy a magyar történelemben, hiszen azzal, hogy megalapította a független keresztény magyar államot, olyan országot teremtett, amely a mai napig fennáll és szilárd alapokon nyugszik. Dunajás megyőgú város a következő években 8 milliárd forint
uniós támogatást fog kapni, melyhez bízunk egyéb további plusz kormányzati források megszerzésére, mintegy 30 milliárd forint értékben. Ez összesen közel 40 milliárd forint. A polgármester a következő időszak fejlesztéseiről is beszámolt. A dunaújvárosi lakosok javaslatai alapján a városvezetés jelentős mértékben szeretné fejleszteni a tömegsportot, a Fabóéva sportuszodát, a Szalki-szigetet, az önkormányzati épületeket és az úthálózatot, valamint a tömegközlekedést is. Emellett a déli ipar területet szeretnék egyfajta logisztikai központtá alakítani. Szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi urunk által. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, így a dunaújvárosi egyházak képviselői az ünnepség során megáldották és megszentelték a nemzeti színű szalagokkal átkötött kenyeret, amelyet Cserna Gábor polgármester, valamint Gombos István alpolgármester szeretelt fel és osztott szét a rendezvény résztvevői között. A nap hátra lévő részében a szervezők különböző zenés táncos programokkal készültek a Szalki-szigetre kilátogatóknak, emellett ismét megrendezték a Szent István sportos ünnepséget, ahol strandfociban, strandkéziben, valamint strandröplabdában mutathatták meg tudásukat a nevezett csapatok. A legkisebbek pedig ügyességi versenyekben bizonyíthatták rátermettségüket, így minden korosztály megtalálhatta a számára legmegfelelőbb programot. Ez a nemzeti ünnep, amit úgy gondolom, hogy jó az, hogyha egy magyar ember megünnepel is, és kijön ezekre a rendezvényekre, és ott van. Tehát látni lehessen az, hogy mindenki ott van, az, hogy mindenki magyar. A meccsek között azért a kulturális programokat is meg szoktuk tekinteni, estére meg várjuk a tűzijátékot és a koncerteket. Nagyon jól érzem magam, de még csak most jöttünk egy negyed órája, úgyhogy még nem is néztünk körbe, meg ilyesmi, de majd megnézzük mindent. Nagyon jól érezzük magunkat, egy picit hűvös van. De hát a gyerekeknek nagyon tetszik a vidámpark, az ugráló, meg minden. Belenéztünk a meccsekbe is, az is nagyon tetszik, úgyhogy most majd menjünk haza ebédelni, aludni, majd délután meglátjuk még. A nap hátra lévő részében fellépőkkel, zenével és tánccal várták az érdeklődőket. Sok színűség. Az augusztus 20-ai délutáni rendezvények középpontjában a koncertek álltak, ahol többfajta stílus és zenei műfaj is megmutatkozott. Így mindenki megtalálhatta a számára szimpatikus előadót és előadást. Kikapcsolódás és a zenei sokszínűség határozta meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot városunk Szalki-szigetén, ahol ismert előadó művészek műsorával szórakoztatták az érdeklődőket. Azért van nekem is durvadalom, szeretem is őket, az is én vagyok, de attól függ, merre megyek, hogyha egy bemegyek fellépni például éjszaka 1-kor, 2-kor, és a közönség vevő rá, akkor viszem egy városi fellépésre, kisgyerekeknek nem fogom vinni dalokat, mert az fölösleges is, meg hát nem is oda való. Amikor kezdtem, ezelőtt 8-9 évvel, én kölcsönkértem egy kamerát a barátomtól. A net adta lehetőséget, próbáltam kihasználni, remélem sikerrel, mindenféleképpen szeretnék fejlődni. Én azért zenélek egyértelmű, hogy minél többen hallgassanak, szeressenek. A Királyfő szerepét meghagyom másnak. Én imádok zenélni. Ezért élek, ezt tart fent, és úgy próbálom ezt a dolgot tökére fejleszteni, ha lehet így mondani. Dobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt, s én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Hát ezek a versek mind olyan versek, amik számomra nagyon fontosak.
ez az egy. Hát a hang, az, ugye a színésznek a hangszere az a teste, az meg nekem van, ezért aztán tud szólni is, hogyha nagyon akarom. Megpróbáltam olyanra csinálni ezeket a verseket, pontosan a Ádám miatt, hogy ne váljon le az ő rappeléséről, ezért tettem alá valami kis zenét, amit úgy éreztem, hogy illik hozzá, és a zene is viszi ilyenkor az embert. Nem, hogy ez komolytalanabb dolog, vagy komolytalanabb műfaj, mint a színház. Minden komoly, amit komolyan veszünk. Szerintem csak rajtunk múlik, hogy mennyire veszünk komolyan, és azzal adunk súlyt minden dolgunknak. Bármit csinálunk, hogyha azt odaadással, lelkesedéssel csináljuk, akkor ez csak komoly lehet. Én ezt próbáltam komolyan venni. Ez a cél, hogy az ember magával vigye a többieket, belenézzen mélyen a szemekbe, és próbáljon kapaszkodni. Egy színpadi formáció, bármi az, legyen prózai színház, koncert, bármi, ott a közönség ugyanúgy részese a dolognak, a történetnek, akkor jó, úgy gondolom. Az utca nevelt, senki nem vigyázott rá. A betonházak között nem várnak csodák. Életünk rég, megalkozott nemzet. A rap és az irodalmi strófák mellett a rockzenei műfaj ismert előadói is képviseltették magukat, több zenei formációban is. Alapvetően nálam mindig ugyanarról szól a zene, hogy jól érezzem magam, és remélhetőleg más is. Az akusztika zenekar, amivel itt ma először fellépek, az most már ide szóval 2009-ben alakult, akkor még egy trió formációban, és azt így fokozatosan gyarapodtunk fel erre a héttagú bandára, amit ma még Rudán Joe-val is megerősítünk. Tehát ma 8-an leszünk az akusztika zenekarban a színpadon, és utána pedig az Attila fiai társulattal, ami azért egy kicsikét más hangulatú dolog. Én mindig ugyanabban abban a műfajban énekelek, és mindig ugyanabban a műfajban játszom. Tehát én énekelek úgy, ahogy jól esik, ahogy én érzem a dalokat, abban azon a módon. Maximum más hangszereléseket használunk, de az akusztikában például pokolgép dalokat fogok ma főleg énekelni együtt a Joe-val, és ezek a pokolgép dalok a szövegükről, meg az énekdallamukról esetleg felismerhetők, de teljesen mások, mint az eredeti formájuk. Tehát nem csak az, hogy akusztikusan játsszuk, hanem más a hangszerelése is. Meg van olyan, hogy valami olyan dolgok történnek, amik érzelmileg annyira megviselik, hogy azt hiszi, én is volt ilyen időszaka az életemnek, amikor azt hittem, hogy nem fogom tovább csinálni, hiszen akár a test, a lélek is képes regenerálódni, és a regeneráció után a folytatás következik, tehát működik tovább az élet. Ez szerintem senkinek sem erőfeszítés. Ez egy maximum legfeljebb, de még az sem biztos, de legfeljebb egy döntés, hogy most én elbújdoklok, vagy pedig jövök-megyek az emberek között. Most eljövök egy fesztiválra, hogy van Nyüzsi, színek, emberek, vásárfiák, italok, ételek, nem fogok bennücsörögni egy buszban, és végig várni, hogy majd föllépjek, azt utána takarodjak el valahova egy szigetre, ahol senki nem lát és nem hal. Tehát így nem szeretném élni az életemet. Ez körülbelül ugyanolyan, mondjuk a hollywoodi csillagok között is biztos tudod, hogy vannak olyanok, akikről csak paparazzók tudnak nagyon nehézkesen csinálni felvételeket, és ezek biliárdokat érnek, és vannak nem kisebb sztárok, vagy nem kisebb csillagok, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem kisebb művészek, sőt, mint egy Michael York például simán sétálgathatna itt, és legfeljebb néhányan megszólítanák, és ő nagyon barátságos lenne mindenkivel. Én vele értek egyet. De nekem most is vannak újak. Mondjuk a legutolsó Kalapács album is, ami februárban jelent meg, csupa vadonatúj dallal, a közönség eredeti CD vásárlásainak köszönhetően aranylemezes lett, tehát itt nem múlt el az élet, és nem élek pusztán a múltból. Más kérdés, hogy természetes, hogy az a múlt, ami hozzám kötődik, ahhoz így úgy kedvem szerint, ha rászottyan a kedvem, hozzányúlok.
Szerintem leginkább az, hogy mivel túlnyomó részt, ez csak magyar előadottól játszó, magyar rockoperákból és magyar szerzők műveit. Szerintem az, hogy, hogy mi magyarok tartsunk össze alkotmányunk ünnepén, ez a fő üzenet szerintem. Azon felül pedig az, hogy hallgassunk jó muzsikákat, élő zenéket, és élőben énekeljen minden előadó, ez a cél, és színvonalas produkciók legyenek. Az ötlet onnan jött, nem tudom, Kalapács Józsi barátom elmondta, hogy mi annak idején, éppen 22 évvel ezelőtt voltunk a Attila Isten Kardja című rockoperában, ugye Attila három fia, ugye Mr. Bazári is, Kalapács Józsi barátom és jó magam, és innen jött az ötlet egyébként jó a Kalapács Józsi barátomnak, hogy legyen egy ilyen zenekar. Ezek a műfajok a rockon belül. Most érkeztem haza Erdélyből, még mindig nem nagyon ocsúttam magamhoz, mert szombaton 150 ezer emberről énekeltem, nem 15 ezer, 150 ezer emberről énekeltem Csíksomjon, egy gyönyörű szép helyen, ugye a Hármas Oltár színpadon. Csaba Királyfi rockoperában játszom egyik főszerepet, és hát most jött el az idő egyébként, hogy ott mutassuk be ezt a rockoperát Erdélyben, ugye hát ahol Csaba Királyfi szülőhazájában, és hát ez volt most a legutóbbi nagyobb felkészültséget igénylő munkánk egyébként. Hát ez még mindig hatásolt vagyok, tehát ezt adnak neki 7 próba kint Erdélyben, és hát Erdély minden részről érkeztek a látogatók, és a darab hát kellőképpen bemutatkozott egyébként. Na ez most volt a ugye múlt hét eseménye, fő eseménye. Azon kívül ugye hát továbbra is csinálom én a saját zenekaromat, a Rudánzsó Skódát. Egyébként éppen egy hónap múlva jövünk Dunajvárosba. Ja, rosszul mondom, itt voltunk Dunajvárosba a rockmaratonon. A Dunajvárosba jövünk egy hónap múlva, de nem a Kódával, hanem a barátommal, az akusztikus formációval. Ott Laci barátommal, tehát akusztikus formációval. Nagyon sokan kérik a magyar számokat, amiket velem ismertek meg, ugye éppen a Pokolgéptől, akár a B-mobiltól, bármelyik zenekartól. És most a fiúk betanulják ezeket a dalokat, meg hát, hogyha tansolyban benne legyen, tehát most a Rudán Joe és bandájában Rudán Joe bennében fog ez most működni, gyakorlatilag kódás zenészek lesznek, de magyar repertoár lesz, tehát valaki esetleg kéri a valamelyik Pokolgép vagy P-mobil dalt, ami velem jelent meg, ugye jó pár lemez mind a két zenekartól, akkor nyugodt szíve lehet tudjuk játszani, és senkinek nem érzi úgy a koncert után, hogy tehát valami űr marad benne, mert ugye a Joe-tól magyar dalokat, akkor magyar nyelven akarunk hallgatni a dalokat. Tehát ez az új csapás itt ősztől, a Rudán Joe és bandája. Mindenbe bele kell kóstolni szerintem egy kicsit. A heavy metal-tól a akusztikusan át a jazzig mindenbe. Rockoperán keresztül persze. Városunk közönségének szórakoztatására Janicsák István és az Asszonykórus is birtokba vette a színpadot. Formációban szerepeltünk 8 éven keresztül, ez 2 évig volt alapzenekar, és utána mindig változott. És nagyon sok jó dal elsikkadt, de most 30 évesek leszünk jövőre. Összeállunk egy páron, és csinálunk egy 8-10 ilyen jó leső nyári koncertet. Látod, én szeretem ezt csinálni, ebben van feeling, és nem szeretek szenvedni, nem a pénzért, nem a... Ott állnak az emberek, látom rajtuk, hogy jól érzik magukat, és hát ennél nincs jobb. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon, amíg nincs másik, én nem fogom ezt a dolgot megölni, még akkor se, ha sokan azt mondják, hogy már nem vagyunk elég fiatalok el. Szerintem ebből nem lehet kiöregedni. Gyakorlatilag mi találtuk fel az etnopopot, és a Cannes Midden Fesztiválról tőlünk indult el ez a találmány, és utána nagyon sokan jött a Gypsy King, és utána már mindenki ilyen népi dolgokat vont bele. Gyönyörű az egész csaj, amilyen egyszerű, nem lesz majd talán, nem lesz majd talán. Kicsit szomorú tény, ezen a helyen ő a A
délutáni koncertek egyik kedvenc együttese a United volt. A frontember Béli Barna vezetésével ismert dalokkal énekeltették meg városunk közönségét. Őszintén szóval, amikor 16 éves koromban először színpadra léptem, akkor egy olyan érzést kaptam az akkori közönségemtől, ami a saját iskolám volt, a Ferences gimnázium, hogy felugrott 300 gyerek és elkezdte ordítani a dalt, amit én énekeltem. Hogy azt gondoltam, hogy ez az a dolog, amit mégis keresni fogok, és amihez mindig ragaszkodni fogok. Ez az energia. Az az energia áramlás egymás között, amit itt tudunk szakítani az univerzumból abban a pillanatban. Alapvetően rhythm and blues énekes gitáros vagyok, és nagyon szeretem a funkot, de az old school funkot. Ami gyakorlatilag a James Brown, illetve a New Orleans teljesen ilyen afroamerikai alapú zenék. És állandóan vándorolok a stílusok között, nem érzem azt, hogy le kell dekolnom valahol, hanem azt gondolom, hogy a pillanatban kell lennem. És az adott pillanatot csomószor másképp lehet megfogalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan változtatom a stílusomat, mert vannak saját stílusjegyeim, de szeretem magukat a dalokat változtatni, meg a megfogalmazásmódot. Az előző évek hagyományait megtartva az augusztus 20-ai koncertsorozatot tűzi játékkal zárták az Alki-szigeten. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, tartalmas televíziózást kívánok! Készült a Média Tanács támogatásával.